Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Az eddigi leckékben megismerkedtünk az ellenállással, mint az elektronika egyik fontos építőelemével és alkalmazási módjaival. Most megismerkedünk az elektronikai készülékek másik hasonlóan fontos alkatészével, a kondenzátorral. A kondenzátor két kivezetéssel rendelkező passzív, energiatároló jellegű áramköri elem felhasználása nagyon sok rétű. A kondenzátor megtalálható a legtöbb elektronikai berendezésben működésének megértéséhez először a kapacitás fogalmával kell megismerkednünk. Az egymáshoz közeli, de egymástól elszigetelt elektromosan vezető testek feszültség hatására, elektromos töltés tárolására képesek. Azt mondjuk, hogy ezeknek a testeknek kapacitásuk, befogadó képességük, tároló képességük van. Az egymás környezetében elhelyezkedő vezető anyagú testeket elektródáknak nevezzük. A testek akkor vannak egymás környezetében, ha elektromos terük befolyással van egymásra, azaz elektromos töltéseik együttesen határozzák meg környezetükben az elektromos teret. Tételezzük most fel, hogy egy elektromos feszültségmérővel megmérjük az elektromos potenciálkülönbséget az elektródák között. Egy adott elrendezés esetében kétszer nagyobb töltéshez kétszer nagyobb feszültség tartozik, hiszen kétszer nagyobb töltés esetén az elektromos mezőtér is megduplázódik. Az elektródpár potenciája a szétválasztott elektromos törtésen egyenesen arányos. A két mennyiség hányadosaként kaphatjuk az elrendezés kapacitását. Valamely elektródpár kapacitása, csak a geometriai elrendezéstől és a közöttük elhelyezkedő szigetelőanyag permittivitásától függ. A kapacitás egysége a farád, jele a nagy F. A farád viszonylag nagy egység, ezért a következő kisebb egységeket szokás használni a gyakorlatban. A farád elnevezés Michael Faraday angol fizikus nevéből ered. A kondenzátor elektromos töltések felhalmozására és tárolására alkalmas, egymástól szigetelő anyaggal elválasztott elektródpár. Az elektródot más szóval fegyverzetnek is nevezik. Az egyik legegyszerűbb geometriájú elrendezés a sík kondenzátor, amely két azonos méretű, egymással párhuzamos vezető labból áll. A kondenzátor töltésének az egyik lemez töltését, feszültségének a lemezek közötti feszültséget nevezzük. A kapacitás a kondenzátor legfontosabb tulajdonsága, amely azt mutatja meg, hogy egy adott feszültség hatására mennyi energiát képes tárolni. A sík kondenzátor kapacitása Egyenesen arányos a lemezek területével, fordítottan arányos a lemezek közötti távolsággal és függ a szigetelőanyag minőségétől. A dielektromos állandó a szigetelőanyagnak az elektromos teret befolyásoló hatására jellemző mennyiség, tőle függ a kondenzátorra kapcsolható maximális feszültség értéke. Ha egy kondenzátor geometriája változik, akkor természetesen a kapacitása is más értéket vesz fel, ez ad lehetőséget arra, hogy kondenzátorokat érzékelőként is alkalmazzunk. A nyomás változtatásának észlelésére is felhasználhatjuk, például a kapacitív érzékelőket, gondoljunk csak az érintőképernyőre, illetve a számítógépes billentyűzetre. A Leideni palack volt az első ember által készített elektromos kondenzátor, mely tárolta az elektromos töltéseket. Az eredeti Leideni palack egy részben vízzel teli palack volt, melyet parafa dugó zárt le. A parafa dugón keresztül fémvezeték lógott a vízbe, ezen keresztül lehetett feltölteni a palack által képzett kondenzátort. A külső lemezt ekkor még a kísérletező keze alkotta. Ha a belső és a külső lemezt a két fegyverzetet összeérintették, akkor kisülési szikra keletkezett, és ez elég megrázó élmény volt a kísérletező személy számára. Amikor a kísérletekben a palack nélkül érintették össze a drótokat, kisebb szikra jött létre. Ebből következtettek arra, hogy itt bizony töltéstárolás történt. A tipikus lejdeni palack kapacitása közel egy nanofarád volt. Később arra is rájöttek, hogy praktikusabb megoldás, ha a palac külső felületét fémfóriával vonják be, és nem a kísérletező kezét használják. A következő lépés pedig az volt, hogy a víz is kikerült a palacból, és a belső felületet is egy vezető fóriával vonták be. Sokáig ugyanis azt hitték, hogy maga a víz tárolja a törtéseket. A lejdeni palackot és működési elvét egymástól függetlenül ketten is felfedezték, de mi magunk is építhetünk egyet könnyedén. Nincs szükségünk mással, mint egy hengeres műanyag edényre, aminek van teteje. Első lépésként fújjuk ki az edény műanyag tetejét. Ezután a műanyag edény külső oldalát vonjuk be alufóriával, gyűrődés és szakadásmentesen úgy, hogy a fória az edény kétharmadát borítsa. A kialakuló széleket és illesztéseket érdemes szigetelő szalaggal lelagasztani. Ha készen vagyunk, ismételjük meg a műveletet a doboz belső oldalával is. Azt is az edény két halmadáig borítsa az alufólia. Az így kapott lejdeni palack belső oldala az egyik, a külső oldala pedig a másik fegyverzete a kondenzátorunknak. Erősítsünk mindegyik fegyverzethez egy-egy vezetéket. Ezzel el is készültünk, nincsen más hátra, mint feltölteni a kondenzátort egy műanyag cső és egy szörme segítségével. Ha a két vezeték végét ezután egymáshoz közelítjük, akkor nézhetjük a képződő szikrákat a sötétben. A palack folyamatos töltése mellett a szikra képződés is folyamatos. A kondenzátor kisül, majd újra feltöltődik. A kísérlet után beszéljük át a kondenzátor működését. A kondenzátor fegyverzetei nyugalomban nem mutatnak kifele töltést, tehát semlegesek. A protonok és elektronok száma megegyezik. Ha külső hatás következtében az elektronok közül egyet vagy többet eltávolítunk, az egyensúly felborul. A kondenzátorral kapcsolt államforrásnak a negatív pólusán elektron többlet, a pozitív pólusán pedig elektron hiány van. A töltéshordozók kiegyenlítődése törekszenek, ezért az ellen pozitív pólusa elvonja a kondenzátor pozitív fegyverzetéből az elektronokat. Ezzel egy időben az NM negatív sarkától a töltések elkezdenek vándorolni a kondenzátor negatív fegyverzetébe. Az NM jobb és a bal oldalán is elektronáram keletkezik. Habár a két fegyverzet el van szigetelve egymástól, a töltésváltozásuktól kialakuló két áram miatt olyan, mintha a kondenzátor ott sem lenne az áramkörben. A folyamat addig tart, míg a pozitív fegyverzet egyenlő potenciálra nem jut a pozitív sarokkal, illetve a negatív fegyverzet egyenlő potenciálra nem jut a negatív sarokkal. Ekkor a feszültség hiányában tovább áram sem fog folyni a körben. Az elektromos töltése rendelkező fegyverzetek, az általuk létrehozott elektromos mező közvetítésével hatnak egymásra. A lemez egyik oldalán és a másik oldalán is az elővonalak fele indul ki a lemezekből. A lemezek között a két mező elősíti, a lemezeken kívüli térben pedig kioltja egymást. Nagy lemezek esetén az erővonalak gyakorlatilag mind a fegyverzetek között lesznek és homogén elektromos mezőt alkotnak. Ha a kondenzátor fegyverzetei között túl nagy feszültség van, akkor az elektromos hív könnyedén áthűtett közöttük. Az elektronok legegyszerűbben fémeken keresztül tudnak kiegyenlítődni, de ha nagy mennyiségben halmozódnak fel az egyik oldalon, a másik oldal rovására, akár a levegőn keresztül is megindulnak. Hogy az elektromos hív nehezebben üssön át, szigetelő anyagot célszerű elhelyezni a fegyverzetek közé. A kondenzátor fegyverzetei között lévő különféle szigetelők csak kevés szabad elektron tartalmaznak. A szigetelők egy része olyan molekulákból áll, amelyek külső elektromos tér hiányában nem polárosak, külső elektromos tér hatására viszont polarizálódnak. A szigetelők másik típusában a molekulák már szerkezetüknél fogva dipórusosak, de külső elektromos tér nélkül teljesen rendszertelenül helyezkednek el. Elektromos tér hatására viszont dipolláncot alkotva igyekeznek beállni a tér irányába. A jelenséget dielektromos polarizációnak hívjuk. A szigetelőanyag anyag molekulái az erővonalak irányában rendezett dipólusokká alakulnak. Dipólus láncok alakulnak ki. A szigetelőn belül a polarizációs töltések semlegesítik egymást, viszont a szigetelő két szélén a polarizációs töltés jelenik meg. A polarizációs töltések elektromos tere gyengíti a fegyverzetek elektromos terét. A szuperpozíció miatt. Ha gyengébb az elektromos mező, akkor kisebb a fegyverzetek közötti feszültség, és ha kisebb a feszültség, akkor megnő a kapacitás. Most nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, ha az áramforrás kicseréljük egy fogyasztóra. A teljesen feltöltött kondenzátor a fogyasztón keresztül fog kisülni. Mivel a töltések semlegességre törekszenek, a két fegyverzet között áram indul meg. Vagyis a kondenzátor áramforrásként fog viselkedni. Érdemes megjegyezni, hogy a kondenzátor pont fordított irányú áramot hoz létre, mint a generátor, hiszen amelyik fegyverzetből eddig befolyt az állam, abból most kifolyik. A leírt folyamatot mi magunk is könnyedén tudjuk demonstrálni. Nincs szükség másra, mint egy 9 voltos elemre, egy ledre, a soros áramkorlátozó ellenállással együtt, és egy 220 mikrofarát kapacitású kondenzátorra. Töltjük fel a kondenzátort az elemmel, majd érintjük össze a kondenzátor és a led pozitív és negatív lábait. Ha mindent jól csináltunk, felvillan az apró led parányi fénye. A mai leckében megismerkedtünk a kapacitás fogalmával, és részletesen áttekintettük a kondenzátor felépítését és fizikai működését. A kondenzátor a rákapcsolt feszültség hatására a fegyverzetein szétváló, felhalmozódó elektromos töltések által az elektródok közötti teret kitöltő szigetelő anyagban létrehozott elektromos mező révén tárol energiát. A kondenzátor olyan, mint egy mini akkumulátor, de ezzel nem tudunk hosszú távon feszültséget adni, mint például egy elemmel, mivel feltöltődési és kisülési ideje is rendkívül rövid. A következő alkalommal a kondenzátor Áramköri szerepét, működését és technikai megvalósítását fogjuk áttekinteni, legyetek akkor is velünk. Köszönjük a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el lájkolni, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!